Felfüggesztette a Sportminisztérium a Román Jégkorong Szövetség szeptember 15-én tartott tisztújító küldött gyűlésén hozott határozatok hatályát. A döntés vitát váltott ki a parlament sportbizottságaiban. A Sportminisztérium közleménye szerint felfüggesztették a Román Jégkorong Szövetség szeptember 15-én tartott tisztújító küldött gyűlésén hozott határozatok hatályát. A gyűlés szavazati jogot kapott résztvevői újabb elnöki mandátumot szavaztak Alexandru Halaukának. A tárca arról tájékoztat, hogy a hozzá benyújtott számtalan panasz nyomán ellenőrző bizottságot küldött a szövetséghez. A testület megállapította, hogy a gyűlésen megsértették a vonatkozó jogszabályt és a szövetség alapszabályát, így a tárca a szövetség finanszírozójaként és működése törvényességének ellenőreként rendelte el a küldött gyűlésen hozott határozatok hatályának felfüggesztését. A minisztérium azt kifogásolta, hogy a 25 tagegyesület közül 12-től a szövetség megvonta a szavazati jogot, anélkül, hogy pontosan megjelölte volna a szabályzat mely cikke alapján járt el. Ugyanakkor volt olyan klub is, amelyik szavazhatott, pedig tartozása volt, és olyan is, amelyik úgy kapott szavazati jogot, hogy nem vett részt az előző idén semmilyen versenyében. A választás eredményeinek felfüggesztése miatt a parlament két házának a sportbizottságai előtt adott magyarázatot Novák Eduard sportminiszter. A tárcavezető kijelentette, teljes fejetlenség uralkodik a szövetségnél, éppen a működő klubok nem szavazhattak a közgyűlésen, és büntetett előéletű személyeket választottak tisztségekbe. A bizottsági ülésen Dantanász a Románok Egyesüléséért Szövetség magyar ellenes megnyilvánulásairól ismert képviselője is támadta Novákot. Nyilvánosan kérem, hogy hagyja békén a Román Jégkorong Szövetséget, amit ön tesz, az visszaélés. A Román Jégkorong egykori dicsősége vezeti, és azt hiszem, hogy jobban tudja, mit kell tennie. Arra kérem, hogy hagyja abba a nyomásgyakorlást, és használja fel közhivatalát, hogy a Román Jégkorong Szövetség ismét Táncos Barna kollégája kezébe kerüljön. A határozatok felfüggesztését a székelyföldi klubok Peres úton is kezdeményezték korábban, a Marosvásárhelyi Táblabíróság azonban nem tartotta illetékesnek magát, és október 21-én a bukaresti törvényszékre utalta át az ügyet.